Szóval miből fakad ez a kedvesség? Mióta van ez így? Hú, ez, ez azért. Én nem örülök mindig, hogy ilyen kedves vagyok. Én kedves vagyok alapvetően, de én, én azt tudom, hogy ebből nagyon sokat kellett lefaragni, mert azt is ügyeltem, hogy ebben mennyi a megfelelés. Nyilván a barátaimmal sokkal könnyebb feloldódni, vagy akiket ismerek, de de ez egy veszélyes jószág, ez a kedvesség. Mert, ez... Így, mert így, tudod, rád is ragadhat ebből egy csomó manír, vagy egy rágos rám, úgyhogy ebből még mindig kell csipkednem. Ezt korábban visszaéltek vele, hogy te kedves vagy? én hagytam, ezt, ezt én hagytam, mert... Ugye példát erre? Hát azért, mert amikor, amikor rám fagy ez a kedvesség, akkor nagyon nehéz a következő pillanatban azt mondani, hogy én azt mondjuk nem szeretném, mert, mert, az van, hogy én egy kedves ember vagyok, aki mindig igent mond mindenre. És akkor ezt egyszer csak meg kellett értenem, hogy attól, mert kedves vagyok, kedvesen is lehet azt mondani, hogy köszönöm. Tehát ez lehet egy olyan védelmi mechanizmus is? Pontosan. Egyszer mondta Almás Éva nekem, hogy hogy minden embernek van egy páncéla, és hogy az enyém a kedvesség. Mert akkor az, azt gondoltam, hogy erről lepattanhatnak a támadások, de valójában saját magamnak gyakorlatilag húzok egy olyan, olyan falat, amiből én nem tudok kijönni, nem a másikbe. Világos. Viszont. Azért itt van egy kis ellentmondás. Tehát, hogy amikor az ember valakinek nemet mond, akkor még ha kedvesen is mondja, ugye azért ott konfliktus születik. Igen. Ha az egy kicsit elmérgesedik, akkor ott azért egy idő után már nem biztos, hogy olyan kedves tud maradni az ember, vagy nem biztos, hogy az a jó technika. Ö, nem, nem is kell mindig annak lenni. Meddig vagy kedves? Ö, én is tudok nagyon mérges lenni, viszont viszont azért. Bánok csinyán már ezekkel az érzésekkel is, mert az sem ér, hogy rázudítsam a másik emberre. Tehát azt is figyelem, hogy valóban miért váltotta ki belőlem az a másik ember azt a dühöt. Például mondjuk vezetés közben. És régebben ez a kedvesség, ez, ez egy kicsit ilyen kényszeres segítés is volt tulajdonképpen? Na, köszönöm a szót. Ez egy nagyon fontos dolog. Igen, erről is szoktatom le magam, hogy ez mennyire. Mennyire bántó tulajdonképpen, hogy én nem hiszem, le, hogy a másik majd megoldja és szól, amikor szüksége van. Azért akartam ide kész kedves lenni, hogy szeressenek téged? Például igen, abszolút. Uh -huh. Igen. És most már ez nem mindig fontos. Ez van ez a dal presser itt, hogy nem szerethet mindenki. Ezt nem ismerted? nem. nem?